Azért ajánlom mindenkinek jó szívvel Farkas Sándor képviselő urat, mert egy becsületes, nagy munkabírású, a csongrádi ügyeket ismerő, az itt élő embereket tisztelő képviselőről van szó. Én az elmúlt 4 évben ismertem meg az ő parlamenti munkáját, és csak elismeréssel tudok róla nyilatkozni. Ahogy mondani szokás, beletesz apait, anyait, amikor a csongrádi és a Szentes környéki ügyekről van szó. Én azt gondolom, hogy az ő megválasztásával méltóképpen tudja képviselni a továbbiakban is a parlamentben a környékbeliek és az itt élők ügyeit. Ezért mindenkit arra kérek, hogy tegye meg, és április 6-án szavazzon Farkas Sándorra. Tisztelt magyar választópolgárok! Az önök erőfeszítéseinek köszönhetően Magyarország ma jobban teljesít. Összefogtunk és legyőztük az évszázad árvizét. Beindítottuk a gazdasági növekedést, és csökkentjük a rezsiköltségeket. Sok még a teendőnk, de közösen nagy dolgokat vihetünk véghez. Fejezzük hát be együtt, amit közösen kezdtünk el. A választás igazi tétje, hogy tovább tudunk-e menni a megkezdett úton. Bízom abban, hogy lehetőséget kapok önöktől a térség képviseletére. Szentestől Mindszentig, Csongorától Szatymazig, a térségben élőkért dolgozni a Magyar Országgyűlésben. Nagy megtiszteltetés és felelősség. Kérem, támogassa a Fidesz KDNP jelöltjét. Magyarország számít önre. Készült a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a KDNP megbízásából.